62 év, amit én ebben a szakmában szolgálatként töltöttem el különböző pozíciókba, és most is csinálom, mert a következő 5 évre elnyertem a Pécsi Balett ügyvezetői pályázatát, tehát még nincs vége a 62 éves munkának, hogy ez szinte egy emberéletnyi munka, és ebbe rengetegféle feladat volt, amit vállaltam. Tehát voltam táncművész, koreográfus, asszisztens, szövegíró, jelmeztervező, rendező, tankönyvíró, egyetemi tanár, középfokon, tehetséggondozó, színész. Tehát nincs az ezen a szakmán, amit ne csináltam volna. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sűrű és színes az én pályám. Pécsi Balett együttes tagja lett. Ekkor adják át a város díjait is. A legrangosabb a díszpolgári cím, amit idén Ohrik Teodóra kapott. 62 évvel ezelőtt érkezett Pécsre, frissen végzett táncosként. Ek Imre társulatának tagja lett. Ezt az örökséget viszi tovább, mondta köszöntő beszédében Dóra. Azt mondtott, hogy a gyerekeket mikor indulnak, stb. Kiment a nézőtér, és látni. Hát utána a helyzébe volt a Palatinuszban. Jövő héten gyönyörű kék ruhával találkozik, hogy azt elmondani. Igen, szerintem is, hogy én nagyon rám beszéltem. Hogy lesz, és neki szinten leszünk, mert három operatőr, és igen. Akkor ez a beszélgetős.